A Sonok's a good team. A Sonok egy nagyon jó csapat. A negyeddöntő mérkőzéseit megnyerték, akárcsak a kupát, szóval tudtuk, hogy nehéz párharc veszi kezdetét az elődöntőben. A csapatot egy remek edző vezeti, jó szériából is jöttek, így nagyon fontos volt, hogy győzelemmel kezdjük ezt a sorozatot. Mindegy, mennyi meccset nyertünk eddig a szezonban, nekünk mindig csak a következő összecsapásra szabad figyelnünk, hogy kellően jól és hatékonyan működjön a védekezésünk, a lepattanókat jól szedjük, és a dobásaink is a helyükön legyenek. Ha ezek megvalósulnak, meg lesz a győzelem is. Nagy hálával tartozunk a szurkolóinknak azért az atmoszféráért, amit hazai és idegenbeli meccseken egyaránt megteremtenek nekünk. Sokat jelent az ő támogatásuk, például abban is nagy részük van, hogy rendre jól és eredményesen tudjuk kezdeni a második félidőket. A szünet után azonnal felpörgetik a csapatot. Ezt szeretnénk meg is tartani, fontos, hogy a második félidő jól induljon, de ugyanilyen fontos, hogy az egész meccsen hasonló szinten tudjunk játszani. Kérem a közönségünket, ezután is segítsenek nekünk ebben. A Sonok megmutatta az erényeit az első meccsen, erős, jó játékra képes csapat, mely fizikálisan is a legjobbak között van. Most ráadásul élvezhetik majd a hazai pálya előnyét, nekünk adott a feladat, védekezésben a lepattanózással együtt nagyon jónak kell lennünk, emellett jó dobó százalékkal nyerhetünk, és mehetünk tovább a magunk útján.